Senki ne lelkesedjen, még csak az első ellenőrzésen vagyunk túl. Tehát most érünk át a román határátkelőhelyhez, úgyhogy most abszolút lehet, hogy ez sokkal rövidebb lesz egyáltalán semmi összehasonlítási alap, csak hogy ne rakja el még senki a útlevelet. Először is Isten hozott mindenkit Erdélyben, pontosabban ez még a Párciumi rész. Vilag fele megyünk, ez egy kicsit ismeretlenebb ez az útvonal, azért megyünk erre, meg gyorsabb is, mert nem járnak kamionok. A Messesen fogunk átmászni, és a Messes után kezdődik majd igazából Erdély. Azért álltunk meg itt, mert ez egy nagyon régi szent hely, akinek van egy kis érzéke ezeknek az érzésére, az már látja, hogy csalános a tenyere, meg minden. Ez egy halom volt, és a halomra épült rá utólag ez a keresztény szánthely. És ezt éjszaka, amikor szánthelyival, meg párján mágussal mászkáltunk egyszer, csak volt egy ilyen kényszer, hogy itt meg kell állni. De semmit nem láttunk, hogy baromi hóesés volt, és nagyon fáradtak voltunk. Itt egyszer csak megálltunk, följöttünk, és akkor láttuk meg, hogy itt van ez a tombnak tápolna. És
csodálatos hely. Kicsi, merre vagy? Itt vagyok. Gyere már akkor egy pár szó, beszélj már róla. Mi foglalkozott ezzel a helyen és a történetét is egy kicsit átfűztet. Erről azt kell tudni, hogy a Kárpátnál, hogy ősi épültem, a halomnak az volt a neve, hogy Lyukas halom, az volt a neve ennek a halomnak, és erre építette Rákócznak a generális, az egyik Károly gróf ezt a Kárpátnál. Többször föl kellett már üntani, elpusztult, mire fölműtözták. Annyi bizonyos, hogy fönnmaradtak olyan rajzok, tervrajzok, ami alapján bizonyítható, hogy a kunhalom alatt van egy pince, aminek van egy ága, amit a népi hagyomány úgy nevez, hogy rejtek út, mert egyszer csak véget szakad. És egy népi mondákban, Rákóczi mondákban maradt fönn a hagyomány, hogy alagút vezet az alatt a Kárpolna alatt, és sokszor ezen menekült a Rákóczi lepák a serege az üldözői elől. Illetve ott van az a kút, ami látható. Ahol menekül a buszunk. Az a kút van, Egyébként a környék ma is használja a szemhelyként, nincs itt vannak a mai napig, és ajánlom figyelmébe mindenkinek ezt a mondatot, hogy a mindenségnek lefoga, a nagy Istennek látoma, de még nagyobbnak látod őt, ha itt rászakereszkedik. És még egyet szeretnék kérni, amely egy összegyűjtünk, hogy ez nem egy ilyen hagyományos plusz-túsz által szervezett erdélyű, úgyhogy nem olyanok a szálláskörülmények, sok minden nem olyan. Sok mindenben. Elküldtem egy listámt, amint fel voltak tüntetve a vendégfogadók, azt szerint, hogy hány személyt fogadnak, én azt gondoltam, hogy már a buszon megtörtént a leosztás, ki hová megy, most nem. De a városokat próbáltuk kialakítani, nem nagy sikerrel. Elmondom, mi a helyzet. Az a helyzet, természetesen. Jó? Tehát ettől a dologtól nem kell megijedni. Ha van, aki azt mondja, hogy ha lehet szeretni az ilyen helyet elkerülni, akkor azt eleve olyan helyre osztjuk be, ahol tudjuk, hogy van fürdőszoba és összkomfortos padlócsempe. Az viszont csontány lesz. Egy freskó részlet, amely páratlan a Kárpát-medencében egy koronás lőalak lovagol egy sárkányban egy különleges lény.
200 éves két üzenet van itt a falon, amely a témáján tekintve egyedülálló. De nem csak a székekről, az egész Kárpát-medencében. Tehát egyébként valami olyan víziónak, olyan magyarságunknak. De itt tényleg van egy olyan pedagógiai előny, hogy az ember tudja, hogy miért kapja az életből a pofont. Magyarországon viszont nem tudja. Magyarországon évtizedeknek kell, vagy több évtizednek kell eltenni ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy ő azért nem tud előre jutni, azért nem tud emelkedni, azért támadnak minden irányból annyi lehúzói, hogyha jót akar, mert ő magyar. Magyarországon a magyar ügyet képviseli. Tehát jelen pillanatban van, és ez tényleg így van, belső Magyarországon a legnehezebb magyarnak lenni. Hihetetlenül nehéz. Tehát az az elhagyatottság érzés, az a zavaros helyzet, az tényleg a jelenlegi határokon kívül sehol nem tapasztalható. Tehát ezért bármennyire is azt tapasztalja az ember, hogy látszólag mindnyújtjuk a kezünket, hogy belekapaszkodjunk, azért halljunk be tisztességesen, becsületesen, férfiasan, hogy ide például az értelmiség Magyarországról a 60-as, 70-es, 80-as években szabályszerűen ők maguk mondták el, töltődni jártak. Akkor kinek van szüksége, kinek? Akkor végeredményben lehet érzékeny, nekünk van hatalmas nagy szükségünk erre az örökségre. És erre tényleg nagyon nagy szükségünk van. Na most minden esetre a keresztúri templom, hát maga az, hogy Székely keresztúr, maga az elnevezés, hogy keresztúr. Tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, amit általában el szoktak mondani, hogy Magyarországon a Kárpát-medencén belül mondjuk ezek a keresztúr elnevezések, ezek egyáltalán nem biztos, hogy a legfelsőbb minőséghez köthetők, mert könnyen lehetséges, hogy tulajdonképpen egy olyan lovagrend emlékeit őrzik, akik keresztet hordoztak magukkal. Én nem egy alkalommal olvastam ilyen útfejtést, és hát tulajdonképpen mivel ők voltak a kereszt urai, ezek lehetnek a vörös barátok, ezek maguknak a templomos lovagoknak képviselik egy álmukat, és hát nem kell ezt nagyon komolyan gondolni. Igenis, nagyon komolyan kell gondolni, mert ahol a kereszt úr megjelenik, ott végeredményben egy szent háromságon belül maga a fiúi szerepkör konkretizálódik a kereszthez való viszonylatát figyelembe véve. Na most éppen ezért talán, és itt tudni kell azt, hogy a Székely keresztúri templom hajója nincsen egyedül. Miért nincsen egyedül? Mert bármelyik templomba, hogyha bemegyünk, a hajóval a Jézus Krisztus szenvedés történetét megörökítő 14 stáció van fölfüggesztve. Most erre lehet nagyon szépen azt mondani, hogyha én tudom, hogy mi maga a templom, hogyha tudom, hogy a templom hármasságán belül, tehát a szentély, hajó, torony háromságon belül magának a hajónak mi a szerepe, akkor én azt is tudom, hogy a hajó, mint elnevezés, az ténylegesen rendkívül lényeges. Amikor bemegyünk egy templom hajójába, ezt egyébként gyönyörű katán lehet legérzékletesebben tapasztalni, hogy tényleg mint egy hajótag belsejébe lépnénk be, és ahelyett, hogy a talajszinten maradunk, mi történik? Egy kicsit lejjebb megyünk. Tényleg egy hajóként működik maga a templom. Na most az a hármasság, ami megjelenik a szentélyben, általában egy klasszikus templomformában, megjelenik a hajóban, megjelenik a toronyban, az a hármasság elemi szinten, végeredményben mindannyiukban bennünk működik. Miért? Ez a test, lélek, szellem hármasságának örök képlete. Na most egy ilyen hármasságon belül a torony, most az első megközelítés, hogy nem ilyen egyszerűen a helyzet, a torony az mindig vaskos. Mindig az adott környezetben segít a tájékozódás vonalán. Ez mikor fölmegyek a tetejére, és a hatodik határba is látom, hogy hol van mondjuk kigyulladt szénakazal. Vagy honnan várható mondjuk az országba betört ellenségnek a csapatmozgása. Tehát tulajdonképpen a torony nagyon alkalmas arra, hogy a közvetlen tájegységen belül magával a földdel tartsuk a kapcsolatot. Ettől függetlenül felfelé megy és az ég felé tör. Tehát nyilván az éggel is megvan a maga kapcsolata. De akárhogy vizsgálja az ember, egy ilyen hármas szerepleosztásban ott először a testiséget
lehet kitapintani. Na most ugyanakkor a szentélyben a kérdés megint nagyon egyszerűnek tűnik, mert ez mit jelent? Mert azt jelenti, hogy a torony van az egyik szélen, ez a nyugati oldal általában, akkor a másik szélen, a tengely másik végén pedig a szentély van. Na most ez a szellemiségnek a helye, mert napkelte alkalmával éppen a szentély ablakon jön be a nap. Igen, ám akkor a hajó az hol fog megjelenni? Az a léleknek a tartománya. Tehát ezért nem mindegy az, hogy lelkünk végtelen térségeit figyelembe véve, milyen hajóban utazunk. Na most Magyarországon ezt a hajót a szenvedés történet keretezi. És hangsúlyozom, nem csak itt élhetődettem, ez gyakorlatilag egy programként jelenik meg. A szenvedés történetnek, vagy a keresztútjárásnak, vagy a passiónak 14 stációja van, de ez nem igaz. Miért nem igaz? Azért, mert a 15-et általában híveknek visszák. A feltámadás az nem csak az ő ügye volt annak idején, ő életet támad fel. Tehát itt nem kell különösebben jelezni azt, ami nem egy alkalommal elhangzik, mondjuk Pál apostol leveleiben is, hogy feltámadás nélkül mit ér a mi hitünk. Tehát a 15. stáció nélkül gyakorlatilag ennek a 14 stációnak semmiféle jelentősége nincsen. Ha csak a 14 stáció létezne, akkor Jézus, mint ember, volt egy nagy szenvedése, tiszteljük, becsüljük, de hangsúlyozom, hogy nagyon szépen fölteszi Pál apostol kérdést, vele majd még Székelyden sem össze fogunk futni, hát azért nem árt tudni, hogy a hit min alapul. A hitnek a végső összegzése, az tényleg a feltámadás felé vezethetne el bennünket. Tehát minden azért történik, hogy az ember a leglehetetlenebb helyzetből kikerülve, átmenve a halálon, egy belső megújulás révén, tényleg önmagát felemelve föltámadjon, de ha csak egy támad fel közülünk, benne ki az, aki még föltámad? Maga a magyar nemzet is. De most ezért rendkívül lényeges az, hogy a 14 stációt a magyar történelem 14 ide vonatkozó állomásaival összefüggésbe tudjuk elhozni. Hát itt most már Géczi Gábor szerintem a reggeli gyújtószódásokon túl van, most jön a csuklásnak az ideje, de ugyanis valamikor egy évvel ezelőtt először Pap Gábor kezdte elostorozni, aztán amikor a következő alkalommal én jártam itt, akkor engem, hogyha annyit szövegelünk és beszélünk a magyar történelemről, meg szenvedés történetről, akkor nem lehetne véletlenül úgy olvasni ezeket a stációképeket, mintha ezek a magyar történelem ősképei lennének. És hát tulajdonképpen itt érezte az ember azt, hogy hát így ez miért nem érezte, minek eszébe. Tényleg erről van szó. És azt is tudni kell, hogy a Kálváriákon, a templomok belsejében gyakorlatilag nem csak ezen a helyen, hanem az ország majdnem minden pontján nincs olyan kálvária vagy keresztútjárás megidéző kép, ahol legalább egy-két kép vonatkozásában egy kicsit olyan elfoglaltan, tiszta, saját sorsát megélő, a szenvedéseken keresztül megélő és tisztuló ember ne ismerné fel, egy jó ég, hát velük ez történt évezredeken keresztül. Tehát bizony rá lehet ismerni. És a mihez tartás végén tudni kell, hogy ez egyáltalán nem ilyen nagy lenne. Tehát ha valaki véletlenül a Trianon szindrómával foglalkozott, és a trianoni békediktátumnak a körülményeivel, akár aktuálpolitikai szinten is, Magyarországot minden időben, 1920. június 4-én pedig teljesen egyértelműen, kihez hasonlították, kivel vetették össze a magyar népszenvedés történetét. Nem mi tesszük meg, népe Krisztus a Magyarország. Az a tragédia, hogy elmegyünk mellette. Hát gyakorlatilag hányszor kiáltja a nemzet a fülünkbe, hogy népe Krisztus a Magyarország. Hogy egyszer figyeljünk oda, hogy a francia egzisztencialisták 1956 után hogyan nyilatkoztak a magyar szabadságharcról és forradalomhoz. Ateisták voltak, materialisták voltak, cinikus,
lelkülettel rendelkeztek, és abban a pillanatban egy lelki belső megtérés történt az életükben. A magyar nemzet tragédiája mutatta meg neki, hogy igenis van szenvedés történet révén megvalósuló megváltás történet. Na most ilyet nép a világ felé évszázadokon, vagy legalább ezer éves léptékben nem nagyon szokott fölmutatni, és így szokunk óriási tévedni. Mert nem az a, igazából nem az a nagy dolog, hogy a keresztény vallás elterjed mondjuk Eurázsiában, aztán távoli kontinenseken is, hanem az, hogy itt Magyarországon a kereszténység nem magánügyként jelenik meg, nem szerzetesi közösségek gyakorlatoként, nem hétszer szentelt hét szentvitézet különös szövetségeként. Magyarországon a vitézeket, akik csatába indultak, például a Mohácsi csatamezőre, vagy 1541 körül Buda térségében az a vitézi alakulat, akiket összevontak, és aztán lemészárolták őket. Tehát gondolom, tudjuk, hogy az igazi nagy vérengzések, hát a Mohácsi csatamező és végül is 20 000 azért csak ott maradtak. Na de erre szokták azt mondani, hogy mi az ahhoz képest, ami tulajdonképpen nem történt a Pilisben. Mert a Mohácsi csatamező ténylegesen a felső vezetés maradt. Viszont tartalékba maradtak azok, akikből újra születhettek vezetők. Na most a törökök 1526-ban, majd a következő lépésben 1541-ben bent a Pilisben ezeket mészárolták le. Hát az egyik esetben 60 000 család le mészárlásáról tudunk. Gondolom tudjuk, hogy mit jelent 60 000 család. Az nem 60 000 ember, hanem 60 000 család, nagy család. Tehát van nagyszényen voltak, honnan tudjuk, honfoglaláskori magyar lelkeresztek, a sírleletek. A geszták elmondják, hogy Álmossal a Szentlélek volt, Árpáddal a mindenség Isten. Akkor mi az, hogy pogánizmus? Nincsen semmiféle pogányság ebből a szempontból tetten érhető módon. De mi történik Szent Istvánnal? Jézus Krisztus hite. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy itt van Jézus Krisztus, és az ő hite az Atyában és az emberiségben. Na most Jézusnak milyen hite volt? Életet adta másokért, feláldozta saját életét. Na most a magyarság ezt a vallást teszi fel, ez nem vallás. Ez azt jelenti, hogy egy küldetéssel azonosítja saját szerepkörét ebben a világban. És ez egyetlen egy nemzet hitvallására sem jellemző. Ha valaki azt gondolja, hogy jellemző, keresen. Úgysem fog egyébként találni. De most minden esetre egy némely stációról tudom, mert Vinci Gábor elmondta, hogy melyiket azonosította a Pap Gábor, de olyan túl sok idejük nem volt, aztán mi is itt erről történt. Tehát végeredményben vannak olyan pontok, amelyektől úgy eltérünk nem lehet. És akkor van egy-két hely, hogy lehet elmélkedni, talán mégsem, hanem mondjuk egy más történelmi esemény, de az egészet figyelembe véve ezek ilyen 20-ramú ilyen kis keresztüléseknek tűnnek. Na most az első stáció Jézus halálra ítélteték, hát minden kezdésnél nagyon fontos, hogy jó ez a kezdés, vagy rossz. Itt Pap Gábor adta meg az alaphangot, ránézett és a következőket mondta, Attila Róma halálra. Na most ennél a stációnál ténylegesen emlékezünk vissza, mert aztán tényleg nagyon sok helyen végig szaladunk el. Itt tényleg nagyon szépen, mert itt amennyire ez a népi barokk, meg ilyen naiv egyházi művészeti, paraszt egyház művészetet idéző festményeket láttunk, hát nyilván nem a freskői barokk lesz a döntő, hanem az, hogy a kompozíció hogyan idéződik meg. Tehát mire helyezik, ha úgy mondanánk, a mester a hangsúlyt. Na most itt ténylegesen lehet érzékelni, hogy falak tövébe vagy, majd mindenki szépen körbe fog járni, csak most például az egyszerűség kedvéért én szépen körbe fog nyargalázni. Tehát tényleg lehet látni, hogy falak tövében vagyunk, és Jézus semmiféle gyűlölködés nincsen benne. Egy ilyen belső elmélyült meditációs pillanatot érne át. Mint amikor valaki levonja a szemét, és abban a pillanatban látja önmagának egész életét. És a következő villanási idő már csak azzal telik el, hogy azt mondom, hogy elfogadom. Legyen meg a te akaratod. Most ez történik az első stációnál.
második Jézus a keresztet emeltetik, és végeredményben itt már ha Attilát kiinduló pontként azonosítani tudjuk, és miért pont Attilát? Felmerülhetem ez a kérdés is. Azért, mert a magyar mondai és krónikás történelmi hagyományok teljesen egyöntetű módon nevezik meg azt az uralkodót, azt az első király, aki a magyarság sorsát figyelembe véve mércének tekinthető. Tehát minden magyar király rá fog hivatkozni, minden pásztor a mondai hagyományban ő fogja az élre állítani, tehát lehet érzékelni Attila, ami közös hazánk. Tehát az a vállalás, ami Szent Istvánnal végeredményben szigorodott, az itt kezdődik el. Nem Szent István vállalja, hogy igenis elindulunk ezen az úton, hanem Attila Róma falai alatt. És emlékezzünk vissza, hogy ez adott esetben mit jelentett. Ez azt jelentette, amit a krónikák hangsúlyoznak, Attila nagyon terhesnek érezte a feltételeket. Ki? Hát a világ ura volt. Neki egy Leó nem diktál. Mi volt akkor nagyon terhes? Attila nem a Leóval tárgyalt elsősorban, hanem Isten angyalával. Maga Jézus Krisztus ülti az angyalát. És ez vetül le aztán a tárgyalásnak a hétköznapi történelmi szintet meghatározó tartományára. Na most Jézus keresztel terheltetik, ez a második stáció. Itt lehet érzékelni, hogy a kettő között a magyar történelemben hirtelen támad egy zavar, tényleg támad egy zavar. Attila után a Kárpát-medencében azért ne felejtsük el, nem olyan egyszerűen alakulnak a dolgok. Az Attila fiakat levészárolják, és vajon miért? Attila nyilván előre látta, hogy itt óriási gond lesz. Igen ám, de ha mi vállaltunk egy utat, akkor ez az út úgy kezdődik, hogy még a gyilkosnak is megadom az embernek járó bizalmat. Az ítélet innentől kezdve nem az ő róla. Ha Attila fiait lemészárolják, akkor az nem Attila hibája, hogy miért nem úgy építette ki országát. A jó indulat az nem feltételekhez kötődik. A jó indulat az a feltétel nélküli bizalmon alakul. És Attila ezt képviseli. És ami Attila utána nem történik, lehet tudni, hogy azzal a hatalmas tudával, amit példázatként Attila világ számára nyújtott, most nyugodtan visszaszaladhatunk Rómáig, Rómát a földre tehette volna egyenlővé. Megtette? Hát előtte minden germán horda vezére megtette, utána minden germán horda vezére megtette, mégis itt állítanak, hogy úgy mondjam, éles reflektorfénybe, hogy hát azért nem volt emberséges, meg egyebek, meg hát ez egy barbár vezér, meg ez egy nagyon fogány, meg ez egy vérivó szörnyetek. Azt, aki az ingyen kegyelme feltétel nélkül gyakorolta, saját önmaga és saját népe példázatán keresztül. Na most a világ nehogy azt higgyük, hogy ma jobban megérti Attila áldozatát. Végeredményben ez a tehát a magyarok második bejövetele a honfoglalás felelhető meg a második stációnak. Tehát Jézus keresztel terhelteti. Na itt tudtunk meg valamit, hogy mi volt a második honfoglalás igazi célja az a vállalásnak a szintjén. Nem azért jöttek a magyarok a Kárpát-medencébe, hogy önmagukat gyarapítsák, és legyen egy ilyen mintaország, mintaállam, népjóléti gazdagság, hanem hogy példát mutassanak a világnak. És ez nem akármilyen példamutatás, mert Attila elfogadja az utódai nevében az áldozatot. Na de kiveszi fel először a keresztet. Ez a második honfoglalás. Tehát ez Árpád vezérnek az ideje. Na innen szaladunk tovább, és következik a harmadik stáció, Jézus harmadik, de első. Mert először esik el a kereszt erre alatt, ezt megint elpandálod azonosította, hát viszonylag, hogyha most már tényleg az időbe előre haladunk, egy kérdés maradt számunkra, hogy Attila és a honfoglalás után a magyarság történelmében milyen megrázkodható esemény történt, de Szent István nem. Most nagyon egyszerűen lehet erre válaszolni. Ez az az időszak Árpád vezértől Géza fejedelemig Szent István napjáig,
hogy végeredményben több ezerbe, tehát ha minden győzelmet a hadimérkőzések területén felsorfotoztatunk, több ezerre tehető a győzelmeknek a száma. Ebből a győzelem áradatból hányat tudunk fejből felidézni? De arányosan, ha több ezer, akkor mondjuk százalékosan legalább tízet mondunk. Kiderül, hogy egyet vagy kettőt nem mondani, azt is csak akkor, hogyha a legújabb könyv, amit utoljára olvastunk, éppen erről megemlékezett volna, mert nem ivódik be. Na most ez ténylegesen tragédia. Így nem lehet történelmet múltjánál a saját életünkben értelmezni. Mert ezt nevezik kudarcorientációnak, de ez még ennél is súlyosabb. Ez valami hihetetlen gyalázatosít, és vajon miért? Azért, mert ez az identitás zavarnak a végső forrása. Tehát nem tudom, hogy mi történt akkor, amikor a magyar haderő egész Európát ellenőrzése alatt tartotta. Egyetlen egyről tudok, 955 augusztus vereséggel végződött. És ilyenkor mindenki megnyugszik, ráncolt, kisimulnak, én nem egyszer átéltem, mert az ember ilyenkor egy kicsit olyan, ha nem is kötekedő, de úgy földobja a labdát. És lehet látni ilyen jó szándékú arcokat, hogy izzadással, szenvedés, egygyőzelmek, indul a könyörgés, ó, édes jó Istenem, hirtelen most jusson eszembe egygyőzelem. És akkor jön a mentőkötél, na egy vereséget mondjuk. Kisimulnak a láncok, a láncokat gyöngyöző izzadságcseppek kihűlnek, megjelenik a legfelső béke és nyugalom, és hogyha egy kő szakadna le az ember szívéről, hát az csak vereség volt, mert ugye, hogy műveltek vagyunk, ugye, hogy műveltek, mert mégsem jártunk hiába iskolába. Na most abszolút végeredményben nem a haderőnk beszállni. És mi általában a Gurcsónak a pályafutása nem is szoktuk méltatni. És az, hogy még a Gurcsónél mi mindent jelent, az természetesen egy külön téma. Mert még csak véletlenül sem hadvezéri erényeket hangsúlyoz, annak a kiváló hadvezérnek a neve, akit búcsúnak hívnak. Hát ha valaki seregeket vezet, és búcsú a neve, azok a seregek milyen úton járnak? Ezt nevezik búcsú járásnak. Hát végeredményben búcsú vezér volt az, aki a Kárpát-medence szakrális délkerülésébe, pontosabban éltető színébe, az innen széthálatolózó, de elszennyezett, elmúlt véremeket kipisztította, bejárta Európát. Nem hadjárat volt, hát a hadnak a régi nyelven nemzetség a neve, sokaság a neve. Tehát hadra kerülni az azt jelenti, hogy sokasággal útnak indulni. És abban a sokaságban a minőség játszott. A közszerepet mindenki a nemzetség tagjaként jelenik meg. Tehát búcsú törbe csalják, onnan Augsburgtól elviszik Regensburgba, közben egy 30 ezeres sereg követi őket. Tehát egy 30 ezeres sereg úgy, hogy Magyarország belsejében pedig egy még nagyobb sereg van, érintetlen tiszta állapotban. És ugyanakkor pedig még vannak seregrészek. Ezt miért kell hangsúlyozni? Mert ma olyan hadsereget akarnak létrehozni, sőt most már végeredményben létre is hozták, amely még a trianoni békediktátum feltételeinek sem felel meg. Most itt lehet látni, hogy oda át nálunk mekkora az a van. Tehát egy nép idióta baromként azért mégse írja alá a vágóhíton a halálos ítéletét. Mert egészen más az, amikor én tudom, hogy miért teszem, és egészen más az, amikor tunya barom módjára az utódaimat küldöm vágóhídra. Hát emlékezzünk vissza, amikor kikiáltják, hogy nem akarnak katonát látni. Akkor ez azt jelentette, hogy belső Magyarországon nem látott senki katonát? Ez mit jelentett akkor? Azt jelentette, hogy Budapest utcái idegen katonát masíroztak. És akik az utcákon elkaptak, hát azok nagyon rosszul jártak. Most ez történik jelen pillanatban. Az a haderő pedig, amit NATO-nak neveznek, idióta barom, mert tényleg elnézést kell kérnem a templom hajójában, még jó, hogy nem a szentélyben vagyok, de ez tényleg hihetetlen. A NATO nem véd meg senkitől és semmitől. Miért? Mert az alapszerződésben benne van, hogy a belső konfliktusokat maguknak kell az országoknak rendezni. Na most Szlovákia NATO-nak,
Románia NATO tag lesz. Na most ez mit jelent, elvtársak? Na mit jelent? Görög-török konfliktus. Hát mit érdekli? És mire van, ami lenne, hát olyan fújra sorozást elindítani? Hát már a második világháború is villámnál, mindig a villámháború van a helyzet. Nem lesz itt fújra sorozni. Nem át tudom, hogy a helynek csörve, az még bocsánatos. A kettő, ott még nagyobb a bocsánat. A három, az ember egy kicsit azért már méltatlankodik, de akkor a negyedik sem kap pénzbe, akkor lehet látni, hogy figyeljünk oda. És azért ilyet nehetekben öreget tapasztalni. Na most, Jézus találkozik legszentebb anyjában. Na, ennek nagyon gondolom volt az azonosítása, ez Jézus Krisztus útján. Nézzük meg, hogy itt maga, amennyire meg lehet nézni. Szó nincs fájdalom. Szó nincs az előző eseménynek a következményéről. Mint hogyha nem is keresztelne, hát valamit vinne. Hát te is szépen elfejálsz édesem, hogy köszöntelek, te még láttalak. Én vagyok a te szerelmetes fiat. Erre mondja már, hát tudom én, az te vagy az én szerelmetes gyermekem. Találkoznak és boldog örömmel, ezt tényleg lehet látni. Egyszerűen nem lehet, ha nem tudnánk, hogy az esemény hova fut ki, akkor nem lehet tudni, miért van az a kereszt a háttán. Egész jól érzi magát. Na most Jézus találkozik legszebb édesanyjával, Szűz Máriával, magyarul ez mit jelent? Boldog asszony találkozik Szűz Máriával, vagyis Szent István, boldog asszonyon keresztül találkozik Szűz Máriával. Ez az a pillanat, amikor Szent István azonosítja boldog asszony Szűz Máriával. Milyen jelentős tételez? Mert az úgynevezett kereszténységen belül ez az egyetlen azonosítás. Tehát olyan német-római császárral, a germán mitológia istenőjét azonosította Szűz Máriával, lehet, hogy horgőzös álmaiban előfordul, de valójában soha nem. De ez egyedül a magyarságra jellemző, elmegyünk mellette. És mi úgy van beállítva, mintha ettől Gellért jobban tudott volna téríteni. Engedelmet kérek, Gellért az egy nagy munda. Nevében is benne van, legyen Gellert adni a dolgoknak. És a germánokat nem lehetett volna jobban téríteni, hogyha azt mondják, hogy akkor a Freja legyen Szűz Mária? Vagy valamelyik őssláv népe? Hát engedelmet kérek, a germán népek közül például, mondjuk fél-germán, fél-szláv népek közül a poroszok még a 13. században is a pogánysággal acélkodnak. Akkor mit szövegelünk itt keresztény Európáról? Litvánia mikor lett keresztény? Na mikor? Kiderült, hogy senki nem jár iskolába, én sem egyébként, mert csak azért tudom, nagyon-nagyon kellett foglalkozni a képes krónika okán, tehát nehogy azt mondjuk, hogy én a társaságban, az ember magános sorozzanak ilyen helyzetben. Hát Litvánia azért lett keresztény, mert azelőtt pogán volt. Mert Nagy Lajos csak úgy adta Jagellóhoz hozzá lányát Hedviget, hogyha ő felveszik a keresztény hitet. Az államokat elutunk ebben az időben. Tehát nincs ilyen, hogy egységes keresztény Európa. A magyar királyság teszik Európát keresztény. És fordított a helyzet. Na szaladjunk gyorsan tovább. Ez a következő az ötödik státusz, az Irénei Simon segít Jézusnak a keresztfordozásban. Na most itt tényleg megint példaadó a helyzet, mert ha van egy Szent István azonosításunk, és látom, hogy a következő kép Veronika letörli Jézus izzadságát, és az azt követő pedig Jézus másodszor esik el a kereszt. Tehát ezzel, hogy érzi az ember, hogyha már van egy szent magyar király, akkor előbb-utóbb nyilván Szent Lászlónak is be kell jönnie a képbe. És kiderül, hogy végeredményben itt érkezik meg Szent László. Nem azért, mert ő Cirénei Simon hasonlása, hanem azért, mert a Ciréne akármi írják CZ-vel, S-sel, Z-vel, S-sel, nem tudják hangzósítani, ez egy tartomány. Hát magyarul ez mit jelent? Ciréne, Ciréne, Szeréne, Szeréne. Ne a Ciréne gondoljunk most. Hát maga a szerénység. Itt egy szerénység, és a jó ég tudja, hogy milyen alázatosság játssza a főszerepet. Hát Cirénei Simon lehet látni, ez a futottak még a kategória. Hát ha valaki már gerendát hordozott a vállán, pontosan tudja, megvan a súlypont, akkor nekem az nem segít, ha valaki hátul elkezd matatni. De mire bíznak?
abban, hogy gerendát senki nem hordoz a hátán. Vagy vizet mondjuk rúgdal nem mi. Egy mai fiatal fogalma nincs az, hogy mit jelent a vállon a súlyból. És fogalma nincsen, hogyha megvan, akkor az már egy tolpiheként jelenik meg, és nem pedig valódi súlyként, de azért kell a gerénynek, meg a gerénynek a tartás. Tehát állítólag Ciréne és Simon megérkezik a mezőről álló délben, mert ez így szokott lenni, megy haza, van rúgva haza a mezőn, nézd már, itt keresztény járás van, és szólnak neki a római katonák, te Simon, ha már véletlenül erre jártál, nézd már, hát már alig bírja vinni a keresztet, segítsél már neki. És akkor kicsit zavarosan, meg zavartam, tényleg hozzá, hát én vagyok a Ciréne és Simon, most jöttem a Ciréne nevezetű tartomány mezeiről. Hát most már tényleg, hát akkor segítenem kell neki. Most a Simon ugye az egy nagyon fontos. És miért? Azért, mert végigvonul az új szövetségem. A Simon végeredményben, ha én egy kicsit belső Ázsiában tájékozódom, egy képességnek lesz a neve. Ezt a képességet nálunk tálkosnak nevezik, oda át pedig sámának. A Simon a sámán szabályos népváltozata. És ha valakinek ez gondot okozza, magyarázza a héberből, nem fogja megmagyarázni. Tehát ezek egyezményes, egyetemes nevek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ott specializálódott és csak ott maradt meg, hanem azt jelenti, hogy ott egy alapváltozat van. És van egy nagyon öreg Simon, aki egész életében miért imádkozik, hogy találkozzon a nagyon fiatallal, a csecsemővel, a világ megváltójával. És gyönyörűen elmondják az evangéliumok, amikor Mária elviszi Jézus bemutatni a templomba, ott van ez az öreg aggastyán Simon, oda megy könnyezve, és felismeri a csecsemőben a világulát. És mit mond Máriának? A te szívedet pedig héttől fogja átjárni. Na most ugyanez a simoni szerepkör megy át Simon Péterbe, de Simon Jóna fia, ez maga Szent Péter, és ez a Simon kivel fog viaskodni történetesen, apostolok cselekedetei. És mint hogyha Simon betegségben szenvedne, ő pedig egy Simon mágussal. Ki ez a Simon mágus? Hát önmagának a kivetülése, a hiú kivetülése. Úgy akarok az égbe szállni, hogy nem hívott fel oda engem senki. Hát azért emberek vagyunk, ezt nem áll tudni, majd éppen a Szent Pászló legendókra el fogjuk látni. Itt viszont a tanulság nem ilyen egyszerű. Mert majd itt azért lehet látni ezeken a kis népi, naív kis festményeket, hogy egyetlen egy képen jelenik meg tényleg úgy Jézus, hogy így úszik és repül a levegőben. Mint egy dalja. A szakálla itt egy kicsit úgy kétfelé van, fésülve, vállán van a kereszt, és így fölfelé néz. Nem ebben a világban van már az én célom. Na most melyik az a király, akire pontosan ez a személy leírás jellemző, az utolsó megállapítást kivéve, mert látjuk, hogy azért bonyolultabb a helyzet. Tehát vállánál fogva mindenki fölé magasodik, és egy dalja. Ez maga Szent László. És nem Szent István törökítik meg Jézus arccal templomainkban, hanem Szent Lászlót. És miért? Mert itt lehet érzékelni a kegyelmet. Hát Jézus, mint emberfia, itt minden emberi ereje elveszett már. És hiába küldi az Atya elzelő, ő, mint ember, itt meg van törve. Nem tud felállni. És kinek kell belülnie? Ez egy élő, dinamikus elevenőtt történelem. Kilép be ebbe a résbe, ebbe a hiányba, Szent László. Tehát ki segíti fel magát a Jézus Krisztus ebben a válságos pillanatban. Hát bizony Szent László. Ne felejtsük el, ez nem eretnekség. A kereszténység nem úgy működik, ahogy mi elképzeljük. Hát a középkori látomásos szentek akarnak Jézus szenvedését segíteni? Tehát amikor megjelenik látomásban Jézus, akkor mit kérdez tőle a szent? Ó, édes Uram, hogyan tudnám a te szenvedésedet enyhíteni? Jézus Patibulis, ez azt jelenti, hogy szenvedékeny Jézus. Ez azt jelenti, hogy ameddig van világ és még két nap, Jézus szenvedése a világban nyomon követhető, mint ő a világ világossága. Tehát ő a fény tulajdonságaiban való szenvedést példázza. És ez bizony kitartó módon működik tovább.
most még valami nagyon gyorsan, már rövid futamot ígértünk, de tényleg igyekszem fölpörgetni, mert innen már tovább lehet szaladni, de ez rendkívül lényeges még akkor is, ha sokszor elhangzott. De többenetes a tanulsága, hogy maga Jézus a látomásokban, egy Leroy Szent Bernárdnak külföldi példát mondok direkt. Ha azt mondjuk, hogy Árpádházi Szent Margit ugyanezt mondja, hát jó, hát ez Szent Margit legendája. De itt nem arról van szó, hogy magyar a szent, vagy nem magyar a szent, hanem azt jelenti, hogy a szentség egy bizonyos fokán erre a kérdésre ez a válasz érkezik. És bizony megkérdezi Szent Bernát a Jézustól, hogy Uram, melyik szenvedés okozta a legnagyobb gyötrelmet? Tehát milyen seb okozta a legnagyobb szenvedést? És az ember itt szépen végigjük meg az elejétől kezdve, és azt mondja, hát én tudom a választ. Attól függ, hogy milyen típusú, tekintem magát az emberfiát. Ha nagyon érzékeny embernek, akkor nem a fizikai fájdalom volt a drogtől. Miért? Egy nagyon érzékeny ember azt mondja a fizikai fájdalom, belül érzékeny, de különben lelkében erős, hogy megtörhetitek a testemet, de a lelkemet nem. Na most ilyen esetben van egy hatalmas nagy önérzet. Na most Jézusnak az önérzetét megpróbálják megtörni. Oda lép hozzá egy katona, lekever neki egy nagy pofon, és beletöp az arcába, és mit mond? Na, profétáld meg, hogy kibántott téged. Na most a nemzet naponta ezt tapasztalja. Beletöpnek naponta az arcába, naponta meggyalázzák, és ilyen cinikusan, mert nagyon cinikusan. Na, profétáld meg, hogy kibántott. Na igen ám, de ha én kiprofétálnám, akkor mi lenne? Akkor ez már szélsőséges lenne, akkor ez már természetesen Szent Antal becéző kategóriájába esne, és vég nélkül lehetne folytatni a dolgokat. Na most ugyanakkor ő elmondja, vagy legalábbis kell sejteni, nem a megostorozás vár, nem a megbotozás. Mind a kettő úgy van kitalálva, hogy vele lehet halni. Hát ha valaki látott ilyen filmeket, amikor valaki veszőfutáson megy keresztül, keresztül tud menni, de utána mi történik 2-3 hétig? Hát jön a sebrác, és az aztán el tudja vinni az ember. És Pilátus a hagyomány szerint azért ítélte Jézust ostorozásra, hogy hát ha ezzel megmenti az életét. Mert ha megostoroztatja, akkor Kajafásék nyilvánvaló módon nem fogják őt keresztre feszíteni, mert nem fogják a helyzetbe fizikailag. Na ez őket azért nem izgatta, és ez pedig Pilátus sem. Nagyon, de az ostorozás az tényleg nagyon fáj. Aztán tökisből korona, és akkor ez az utolsó előtti a fájdalom kategóriájával, ezt ugye el szoktuk balnak elzárni. Hát kellett valami korona, hát ő a világnak a királya, hát ő az emberi nem megváltója. Hát éppen arany nem volt, éppen babérkoszó nem lehetett, ott volt egy jó kis tövéskoszó, hát valamik a kedveskedés gyanán, lehet, hogy egy kis rózsaszirmok is voltak azon tövéskoszó. Rettenetesen az ember az, aki ilyet kitalál. És gondolom, tudjuk, hogy miért. Mert az agy igen sajátosan tudja beosztani a fájdalom elhárító tevékenységét. Tehát van egy olyan fájdalom küszöb, amikor az agy önmaga termeli ki az, ami csillapítani fogja ezeket a fájdalmakat. Igen, de ha én egy tömiskoszorúval egészen a halántétig minden szinte akupunktúrás pontban megsebzek, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem indulnak be ezek az önvédelmi mechanizmusok. Magyar ezek szadisták voltak. Tényleg ez a szadizmusnak a legmagasabb foga. Mert ráadásul ömlik a véres terejték az arcán, magyar csak fájdalom van. Tehát a keresztült járásnál nincs, hogy fáj a testem, de észreveszek ott egy madarat repülni. Vele kapaszkodok, mint egy utolsó remény, hogy olyan szép a tolva, és még ütnek, de hát ha még oda tudom figyelni, és tartani tudom a figyelmemet, enyhíteni tudom a fájdalmat. Most a töviskoszorúzás ezt gyakorlatilag kizárja. Aztán jön a további, hogy amikor odaszögezték a keresztfához, átütik a kezét, átütik a lábát, erre mit mondhatott volna, hogy nagyon fáj. Annyira fáj, hogy ti azt el nem tudjátok képzelni, legalábbis látomásban Bernárdnak ezt mondhatta volna. Vagy amikor felállítják a keresztet, ez a legdrámaibb pillanat egyébként. Mert ilyenkor még olyan, hogy legalább a test egy kicsit úgy, hogy fekszem a kereszten. Na de amikor felállítják, akkor ez mit jelent?
már réges-rég nem a kereszt tartja a testet, hanem a test tartja a fájdalom révén a keresztet. Tehát nincs az érzése az embernek, hogy az egy kicsit levegőzök. Belül minden szétszakad, és nem lehet már levegővételhez. Iszonyú a fájdalom. És üvöltheti tényleg fájdalmasan, hogy ez nagyon fáj. Vagy az a pillanat, amikor az atya atyához kiált, hogy atyám, atyám, miért hagytál el engem. Vagy az, amikor utána oldalába beledöfik a láncsát. Tudod, még ez volt. Az nem elég végig így gyötörte, de amikor már megfagytam, amikor már tényleg olyan volt a testem, hogy ő halott volt. Még akkor beledöfnek. Hát az gyerekek, az iszonyatos volt. De mit mond Jézus? Mi az, ami nagyon fáj? A kereszt, a válság. Na most így lép be Szent László. Szóval elképesztő magaslat, most Szent Lászlóról beszélve. Elképesztő. Miért? Mert Szent László közvetlenül veszi át Jézus szenvedését. Nem alacsonyabb, hát alacsony, nincs alacsonyabb fokozat, hanem a lényegnél veszi át. Amit Jézus maga mond, hogy a válság volt a legfájdalmasabb. Vállánál fogva mindenek fölött, mert mindenek súlyát viszi. A vállán, te most már szabadon tehethető meg, hát itt most egy kicsit elasztikusan bánunk az ügyekkel, az egyszerűség kedvéért. Hát ne felejtsük el, maga a tatár, gombolt tatár beözönlés, az éppen husvétáját történt. És ugyanakkor pedig negyedik Béla tényleg egy szenvedés történetként érte meg az egészet. És mi lett a vége? Letörni a saját fáradtságát, izzadtságát. És ezt mutatja nem 1526-ban, 1541-ben, 1848-ban, 1920-ban, 1956-ban, hanem először 1242-ben. Jézus másodszor esik el arccal a földre, és ez a lényeg. A három esés közül ez a legfájdalmasabb, nem a harmadik, majd látni fogjuk. Tehát lehet érzékelő, hogy nyilván minden estől, meg minden domborműkészben kicsit máshogy alakítja a dolgokat, de itt jutunk el az Árpádház férfi ágának kihalásához. Óriási tragédia. Tehát gyakorlatilag a nemzet életében